Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Ma megnézzük, hogy milyen játék a Devil's Dungeon, ugyanis kaptam hozzá CD kulcsot Steamen. A játék Steam szerint május 30-án fog megjelenni, de én ezt egy picit furcsának találtam, hogy ennyire hamar kaptam hozzá kipróbálási lehetőséget. Ugye egy picikét utána nézegettem, hát a játék az 2018. október 10-én már megjelent a Microsoft Store-on, meg valamint Androidra már van második része, tehát valószínűleg tartom, hogy ez a rész is Androidról indult és úgy portolták át PC-re, nem tudom, nem nagyon járkáltam utána, szimplán csak örültem neki, hogy van ez a játék. Tegnap este játszottam vele egy 10-15 percet, engem nagyon megfogott, tetszik egyébként az, hogy maga a játékmenet. De majd mindjárt meg is látjátok, úgyhogy kezdjünk egy teljesen új játékot. Hát tulajdonképpen egy ilyen oldalnézetes, ilyen platform, kaszabolós, nem tudom milyen játék lesz. Hát, fajn. Szóval az ősi gonosz feltámadt ugye a katakombákban, ugye a kastély alatt. Jó, hát akkor őt kell megállítani. Igen, és akkor a király leküldött mindenkit, hogy pusztítsa el. Aha. Jó, hát... Jó, tehát... Ja, hogy én leszek az egyetlen igazi bajnok. Hát... Leküldenek minket, mert túl veszélyes egyébként a dungeon. Na, szóval a játék egyébként így fog kinézni. Ott a bal felső sorokban látjátok, van 24 HP-m, lesz benne pénz, gyűjtögetni kell a pénzeket, mert abból fogunk tudni venni itt kardokat, armort, potikat, gyűrűket, meg amuletteket. És emellett még fejlődik a karakter is. Na szóval. És itt van a portál, amivel le tudunk menni az első dungeonbe. Igen, itt mutatja is, hogy az első dungeonbe tudunk elmenni. És utána a negyedikbe, a hetedikbe, a tizedikbe, majd a boss area. Én azt tervezem, hogy a mai részben legalább az első boss-t leverjük, úgyhogy menjünk is, ne húzzuk az időt. Na, szóval ez a tutoriál. Azzal nem fogok foglalkozni a tutoriállal, mert elmondja, hogy ezzel tudok ugrani, hogyha hosszabban nyomom az ugrást, akkor magasabbra ugrik, vannak benne ilyen törhető tárgyak, és akkor kapsz a tallérakat, a szobrokat is szét lehet törni, viszont hogyha hosszan nyomom a B-t, ami egyébként érdekes, figyeljétek, tehát hosszan nyomom a B-t, támadok, ha hosszan nyomom az X-et, támadok, tehát nekem az X az jobban kézre áll, úgyhogy én az X-el fogok támadni, nem a B-vel, és szerintem jelentősége nincsen, hogy melyik gombot nyomom. Az Y-nal meg lehet nézni a térképet, de csak azt a részt, amit már ugye felfedeztünk. Ez fontos lesz, ugyanis ahogy lejövünk ezekbe a szintekbe, megyünk mindig egyre mélyebb és mélyebb, találni fogunk majd egy nagy kaput, valamint itt vannak ilyen rejtett cuccok. És hogyha ezeket összegyűjtjük, több pénzt kapunk. Hoppá. Szóval, találni fogunk... hello! Kulcsokat. Illetve minden pályán van egy kulcs, meg egy kapu, ami tovább visz minket a következő szintre. Na most valamikor a kaput megtaláljuk rögtön a pálya legelején, de itt van a kulcs. És ez egyébként quest is volt. Igen, tehát a játékban vannak questek. Tehát most azt írja, hogy kapok 30 pénzt azért, hogyha levágok 5 ilyen gilisztát, meg csontváz íjász is, hogyha 5-öt megölünk, kapunk 40-et. Valamint, ha összetörünk 10 ládát, azért is kapunk 30 pénzt. Tehát ilyen questek vannak. Itt vannak a statok, amiket meg tudunk nézni, hogy hogy is állunk. Na, szóval strengthünk 5-ös, staminánk, amit egyébként nem értek a stamina rendszert a játékban, mert nincs. A dexterityt azt még oké, aláírom. És akkor itt van, hogy mennyi a támadáspontunk, a damage-ünk, meg a kritikális támadás, ugye az esélyünk. Hát ez nem sok. Na jól van. Haladjunk szépen tovább. Első pálya, mert ez csak a tutoriál volt. Hé, 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 hé!
Szóval, tegnap, amikor játszottam a játékkal, ez a fickó a Doomból, ez nem jött csak a boss előtti területeken. Rögtön az első pályán ez a bogyó, ez nem volt itt. Tehát ez most... Igen, tehát random a pálya. Ezt elfelejtettem mondani. Van benne 60 valamennyi pálya, de az teljesen random. Hát, hogyha én most meghalnék, akkor elindíthatnám újra a pályát. De valószínű, hogy nem ugyanígy kezdődne a pálya, valamint a pályadizájn is teljesen más lesz. Tehát lehet, hogy nem ilyen növényes sziklás lenne, lehet, hogy éppen jeges volna. De erre majd biztos a sor fog kerülni, mert nem garantálom, hogy nem fogok meghalni, mert simán előfordulhat, hogy meghalok. Hello, yes! Add ide a pénzt, mert az fontos. És igen, a játéknak egyébként rohadt hangulatos zenéi vannak. Még a pályái is eléggé hangulatosak, na várják, de ugrok mögé. Szerintem még úgy egy gilisztát szét kéne csapnom ahhoz, hogy meg legyen a quest. Fordulj. Jó, az leesett a tüsibe, nem érdekel, ott marad. Itt is van már rögtön az első pályán. Ó, és szintet is léptünk rá, megyünk a strength-re, hogy azért tudjunk már nagyokat ütni. Na lőjél, légy szíves. Hopp! Ó, persze, hogy eltaláltál. Fordulj már meg! Hallod? Tegnap ilyeneket nem csinált, hogy a másik irányba kezdett ütni. Ó, pénz, kulcs. Jó, szépen ide felugrálunk, megvan a kiárat, de még őt én levágnám. Oké, felfelé már nincsen semmi. Következő pálya. Gyere ide, kukacka! Jó, megvan a következő questünk. Közben már mindjárt ránézek, hogy mi a következő feladat, mert ezek ugye folyamatosan változnak. Jó. Ahol! Doom! Valahol van egy íjászunk. Gyere vissza, köszi. Pénz. Aha, megvan a pénz is. Opáré. Ja, itt az íjász. Meg itt van a kiárat. Au. Nagyon jó. És látjátok, a kiáratnak előbb találtuk meg, mint a kulcsot. Úgyhogy meg kell keresni, hogy hol van a kulcs a kiárathoz. Oké. Megvan még egy köz, meg van egy szintünk. Nagyszerű. Na, most nagyon sokáig a strength-re fogok rámenni, mert nem árt, hogyha nagyokat tudunk ütni. Erősek leszünk. Apare. 21 HP, nem baj. Megvan a kulcs. És még azt hiszem lesz egy pálya, mielőtt tudnánk venni dolgokat. Mert most egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy ilyen ágyékkötőben megyünk egy darab alapkarddal. Én szeretnék venni majd egy másik fegyvert, illetve azt sem árt, hogyha veszünk armort. Csak a játék elején azért még elég könnyű venni ilyen dolgokat, mint később. Hopp. Jó. Nagyon jó. Hopp. Ugrik. Hey. Oké. Okay. Ja, ide nem tudunk felugrani. Jó, akkor megyünk a hosszabb úton. A féreg. Igen. Ha jól látom, akkor van már majdnem 400 pénzünk. Az jó, mert hogyha össze tudnám gyűjteni a 400-at a pálya végére, akkor tudnék venni fegyvert is, meg armort is. Gyere ide. Hé, ezt ad ide. Jó. De kár, hogy csak egy pénzt adott. Hello, Mr. Yes. Jó, szóval mi a quest? Jó. 15 vázát kell összetörni. Orkot 5-öt,
meg Goblint is 5-et, abból megvan 3-3, meg a vázából megvan 8. Jó, az meg lesz hamar. Hoppáré! Légy büszke magadra, hogy meg tudtál lőni egyszer. Jó. Következő pálya, és megvan a 400. És akkor itt tudunk a karavánnál venni dolgokat. Na meg is nézzük, hogy milyen. Tehát most ez a fegyverünk van, ez a Rusty Sword. A következő 250-é a Wooden Club. Látjátok is, hogy kettővel nagyobb a sebzés. Damage-nek 10, a másiknak 12. Viszont a speed-je 3-as, ennek meg csak 2-es. Na most, ami nem tetszik a játékban az az, hogyha én meg szeretném venni a többi fegyvert, ahhoz végig meg kell vennünk mindent, akkor állapolódik. Tehát nem tudom, hogy miért nem lehet mondjuk szinthez kötni, hogy mikor milyen fegyvert tudsz venni. És ugyanez a helyzet az armorral is. 250-ért nem tudom megvenni az armort. A potiknál megint ugyanez a helyzet. A gyűrűknél megint. Tehát nem tudom, hogy ezt miért vásárláshoz kellett kötni. Miért nem lehetett szinthez? Jó, hát mondjuk vegyük meg ezt az amulettet. Teljesítményt értél el. Egyébként igen, mivel már az este játszottam vele, már most egy csomó teljesítményt nem kaptam meg, amit elvileg meg kellett volna. 26-os a HP-nk. Jó, viszont valamire kíváncsi vagyok. Aztat. Hogy az amulettet ilyenkor felveszi, vagy azt hogy? Nem. Nem. Ja, hogy ez is lehet mozogni, jó. Lehet, hogy felveszi magától azt az amulettet, nem tudom. Jó, egy picit érezhetően lassabban tudunk küzdeni ezzel a fegyverrel, de legalább látjátok, jóval nagyobbakat sebzünk. Na jól van. Egy de jó, hogy ide felrepült a pénzecske. Oké, ezt is törjük szét. Jó, bemákoltam a kulcsot. Úgyhogy ezt mindjárt fel is vesszük. Az összes pénzt felhesszük, a kulcsot is. Szikret erre nincsen, ott viszont lesz egy ijász. Nem csak hallom, de most már látom is. Jó. Szintet léptünk, strength. Szétnézünk, felfedezzük a pályát, mert arról szól a játék. Főleg, mert így teljesítettünk is egy questet. Meg még egyet. Persze, menjél bele a tüskébe. Ott marad. Mindjárt ránézzünk megint a questre. Szóval most... Nem. Most... Új, 7 giliszta kell, meg egy láda. De az ilyen secret láda. Úgyhogy figyelni kell a titkos falakat a játékban. Tehát nem lehetetlen feladatokat kaptunk most. Jó. Szerencsére a játékban nincsen fall damage. Úgyhogy nyugodtan, bátran le lehet esni bármilyen magasról. Jó, következő pálya, ami már most az 5. Hopp, ugrik. Ezeket a harci marcikat isük csak szét. Nem, itt nincsen. Aha, ezt az IAC-t most elintézném. Ne legyen belőle gondom később. Jó, megvan a következő quest is. Ez is megvan. Ránézzünk, hogy mi az új, amit kaptunk. 5 darab farkas. Jó. Akkor nem sokára lesznek új ellenfelek is. Oho. Megvan a kulcs. Üssél, úgy. Jó. Nem, itt nem tudunk felugrani.
Kéne találni egy titkos helyet, mert ott általában vannak ilyen ládák. Hey, na bántsál, léci, köszi. Oda mindjárt felmegyünk. Nem, ilyen láda kell. Nagyon jó. Tehát kaptunk 50 pénzt, meg még ilyen gyémántot is, ami elég sokat ér. Nagyon jó. Drága kavics. Erj, szobor. Quest. Szóval kapunk 75 pénzt azért, hogyha összegyűjtünk 50 tallért. Nagyon jó. Jó, nyugi van. Még egyelőre nem megyünk ki a pályáról. Jó. Minden pályát így szeretnék amúgy megcsinálni, 100%-ra, hogy felfedezni teljesen. Ennek a játéknak úgy van értelme. Így teljesíthetők a questek is, meg így gyűjthető a legtöbb pénz. Jó. Innen indultunk. Tettünk egy nagy kört. Jó, az azt jelenti, hogy akkor felfedeztük a pályát rendesen. Erre? Secret? Nem? Nincs. Nem, nincs. Jó. Állj már innen. Valahol erre volt egyébként a pálya vége. Nagyon jó. Ezt is add ide. Nice! Megvan még egy pálya, jöhet a hatodik. Lassan jó volna szintet lépni, mert raknék a strength-re. Megy a francba. Jó. Egy questet teljesítettünk. Ott a kulcs balra. Az már láttam, kiszúrt a szemem. De egyelőre. Igen, a másik. Ez sem egy hú, de pozitív dolog. Hogy... ha vége van a zenének, ugyanaz ismétlődik, és rendesen lehet hallani, hogy újraindítja magát. Azért az eléggé kellemetlen, amikor így úgy érzed, hogy így le van vágva a zene, és elindul újra. Ezt már megfigyeltem. Percekkel ezelőtt is, csak most jött el az idő, hogy foglalkozzak is vele. Tök jó amúgy, köszi játék, kedves vagy. Én beáldozok életet a pénzekért. Na nézzük a térképet. Azt mondja, hogy ott jobbra felfelé nem mentünk el, nem baj. Na nézzük, vásároljunk. 300-ért megvan az új fegyver, azt megvesszük, igen. Meg az armor 250-é, hát kösz, tényleg. Lehet, hogy el kellett volna menni a marra, na mindegy, gyűrű. Ezt megvesszük, mondom, megvesszük. 125-ért lesz következő gyűrű. Amulett, megint 125. Várjál? Nem, de jó. Potik, nem érdekelnek, jó. Nála 50 pénzért fel lehet tölteni a HP-nkat. Mondjuk ez most nem volt jó üzlet, na mindegy. A lényeg az, hogy a fegyverünk az már most egész jó. Ja, ez meg dobálja a fejszét. Aha. Igen. Újfajta ellenfél. Jó, de látjátok, hogy azért most már jelentősen nagyobbakat ütünk. Ó. Oh. Az sem biztos, hogy erre kell. Ah, megvan az első farkas. Jó, azért ő eléggé tápos. Sokat bele kell ütni. Ó, ez is pénz. Jó, megvan a pálya vége. Tápos is, meg gyors is. Tehát itt már egy picit trükközni kell a támadással, kerülgetni kell ügyesen. De semmi sem lehetetlen. Hopp. Oké. Okay. Aki esetleg ismeri a játékot, az írja már le nekem kommentben. Most már egy picit érdekel, hogy lehet fejleszteni a staminát, hogy az miért jó. Holott a játékban nincsen. M-
mert még a dexet aláírom, hogy picit növeli majd a támadásunkat, legalábbis az ügyességét. De a staminának mi értelme van? Sprintelni nem tudunk, a ütés az végtelen, tehát nem értem. Vagy az a HP-nk lenne? Na mindegy, ezt majd valaki okosabb írja már le nekem, köszi. Jó. Mindjárt megvan a következő quest is. Jó. Szerintem még egy farkas kell ahhoz, hogy meglegyen a quest. És ő itt is van. Megvan? Oké. Persze, gyere! Jó, ott van egy platform, mondom, hogy állok meg a gyertyatartón? Hát úgy, hogy itt van egy platform. Ó. Jó nagy a testük. Éj, varázsló! Kösz. Quest? Aha. Jó. Oké. Megvannak a feladatok. Mindjárt lesz pénzünk. Bakker, hogy pont beleugrottam. Nem baj, mindjárt szintet lépünk, és az is feltölti a HP-nkat. De miért nem nézek rá a térképre, hogy erre jártam-e már? Erre volt a farkas, erről jöttünk. Igen. Jó, jó felé megyek, akkor lefelé. A kulcsot még nem találtuk meg, majd mindjárt megkeressük. Meg is van. Azt a mekkorát rám vágott. Szint. Strength. Köszi. Hagy erősödjünk. Nem, sose azzal van bajom, hogy elfogy az életem. Hanem azzal, hogy nem sebzek elég nagyot. Erre meg már voltunk felfelé. Jó, akkor itt ne potyogjunk. Vagy ne essünk, hogy ne essünk fel. Istenem. Reggel van, még kávé előtt vagyok. Szóval ne ugráljunk fel, essünk vissza le, óvatosan. Az nem tudom, hogy mi volt, de drágának néz ki. Jó. Ezzel teljesítettünk egy questet, 75 pénz, nagyon jó. 347. Na, alakul. Mr. Varázsló. Hála az égnek, nem tudott támadni. Poti. Na, kérdés, merre van a kijárat? Kijárat? Merre vagy? Most tényleg, hol van kijárat? Nem jelzi az... Jó, hogy ott van fent. Aha. Ugye a lila pötty az az, ugye a pirosak meg mi? Na, mindjárt megnézzük. Melyik feljebb? Igen. Csak nem itt, hanem itt. Igen, igen. Jó, meg vagyunk. Na, ez már egy picit összetettebb pálya volt. 8. Alakulám. Szevasz, Mr. Ilyász. Add ide a pénzedet. Mr. Varázsló. Hopp. Szobrot is. Nagyon jó. Azt a mindenit! De sokan vagytok! Lesek meghalni! Jó, hozzám tudtak élni, de nem vészes. Ugrik. Nagyon jó. Farkas! Oké, és hopp, 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 hopp. Nice! Jó, azt mondja, eljövünk ide erre. Azt mondja, még egy varázsló. Félúton vagyunk a szintlépésen, úgyhogy nem sokára meg lesz. Oh. Jó. Légy büszke magadra! Tényleg, jó, lecsaptad a HP-mat. Jó, a kulcs megvan. A kijárat kell. Ez a farkas, ez a sor van. Jó, megszivatott.
Oké. A varázsló, gyorsan. Ne tudj előni. Jó, megvan a pálya vége. Egy HP! Gyerekek, egy HP! Egy HP. Nagyon okosan kell bánni most az életünkkel, mert egy HP-k vagyunk. Üssél már! Hú. Nincs még meg a kulcs. Uha. Na, ha valami, akkor ő lehet, hogy el fog intézni. Nem, jó, oké. Hú. Óvatosan. Most indult újra a zene. Mennyire lehet egyébként hallani? Hú, nem bánom, hogy a szintet lépnénk. Jó, a kulcs, hol lehet a kulcs? Ó, a farkas! Bakker, beleugrottam, nem már! Resurrect, jó. Szóval így néz ki egy... Szóval van 889 pénzünk, az nem rossz. Mert akkor meg tudjuk venni a nagy kalapácsot, yes. Illetve armorból meg tudjuk venni a legelsőt. Meg majdnem meg tudjuk venni a következőt is, na mindegy. Jó. Szóval, ha esetleg meghalnánk, akkor ez így néz ki. El tudunk jönni a level 7-re. És látjátok, teljesen más a design. Meg azt a mindenit. És igen, máshogy is néz ki egy picit a karakter. Hát megveszitek az armort, azért az meglátszik ám rajta. Hopp, ugrik. Gyere te! Ez az. Még nem bántam volna, hogyha így videóban nem halunk meg, de az egy HP az nagyon veszélyes volt. Ennyi kellett volna egyébként a szintlépéshez. És akkor feltöltötte volna a HP-nkat. Hát beleugrottam a farkasba, nem voltam elég ügyes. De maradjunk annyi, hogy ez a kalapács. Jó, nyilván egy picit lassabb, de elég nagyokat tud sebezni. Jó. Hello mi, hova esünk le? A pálya elejére. Nem baj, felugrálunk szépen. Visszamegyünk. Hello Mr. Yes, hello Mr. Varázsló. De szemét az Yes. Megvagy, haha. Add ide a talérodat. Jó, megvan a kulcs is, a pálya vége is megvan, szétnézünk. Elmegyünk még a másik irányba. A portálnál még véletlenül is akarjatok ugrani, mert egyből tovább mentek a következő pályára. Jó. Hú. Na nézzük. Azt sem tudom, hogy mik most a questek. Ja, olyan szobor kell. Két kulcs, abból megvan egy. Meg még mindig van egy olyan kincs, amit meg kéne találni. Na majd mindjárt. Kettő quest biztos, hogy meg lesz ezen a szinten. Persze, Pisti, ugorjál bele, nyugodtan. Nincs ez semmi baj, hogyha beleugrasz az ellenbibe. Na, egy quest megvan, 75 pénz. Gyere, farkas! Ezt azért, mert az előbb a társad megölt. Egy HP-ról. Pedig mennyire királyul nézett volna, hogy egy HP-val megcsináljuk a pályát. Gyere vissza pénz. Ott volt egy csomó, a sarokba beszorulva. Hopp, hopp, hopp. Kéne gyűjteni annyi pénzt, hogy meg tudjam venni a következő kardot, mert az eléggé jó. Meg gyors is.
meg tudjam venni a következő armort is. Tehát, mert most szeretnék venni armort, meg fegyvert is. De lassan közeledik a boss. Hello, Mr. Fejszés. Oho! Ezt benéztem. Mindjárt visszamegyünk a taléroké. Azért azokat nem hagyjuk itt. Főleg, hogy most papoltam róla, hogy hát kell. Most abba komoly beleugrottam? Okosabban kéne játszani. Ó, egy titkos hely van! Hoho! Kiugrottam. 3 HP, de jó. Jó lenne, ha találnánk potit. De most tényleg viccet félretéve. A kulcs az már megvan. Ó, de jó, itt már megint van egy IS. Farkas! A játék ugye az elején elmondta, hogy mennyire veszélyesek ezek a dungeonok. Annyira azért nem. Oké. Most megint okosan kell játszani, 3 HP-sak vagyunk. Kell az az armor. Ez az szint, kösz. Ez most jól jött, mint egy falat kenyér Afrikába. Na. Ez dobáért. Oké. Ha végzünk a pályával, akkor tudunk venni kardot is, meg armort is. Már most annyi pénzünk van. Legalábbis remélem. Nem, még nincsen, de lesz. Mert ha jól láttam, akkor a rapier az 400-ba kerül, meg 250 vagy 300-a, vagy 350 a következő. Bajs, mindjárt megnézzük. Na, az. Mindjárt megnézem, hogy milyen feladatot kaptam, mert most van megint új quest. 7 orkot kell levadászni, meg Jézusom, hóhér is lesz. 100 pénzért. Meg a dumból a csávókámat kell vadászni, 2-t. Lesz ilyen hóhér. Jó, azon nem újjon. Na nézzük. Szóval van 775-ünk. A következő armor az 300. És 400 a rapier. Na, a rapiert azt megvesszük. És meg tudjuk venni a következő armort 300-é. Utána már most már jó lesz. Na, azért most már változik a karakterünk. Nem töltünk HP-t, mert fölösleges, majdnem teli vagyunk. Na, 10. pálya. És elvileg, hogyha ezt a blokkot megcsináljuk, akkor utána boss van. Na, maradjunk annyiba, hogy ez a rapier egy picit gyors. És elég jól sebez. Tü-tü-tü! Mindjárt megnézzük élesben is. 2 vágásba hal bele a pici. Na, az úgy egész jó. Itt. Ott majd lesz egy titkos hely. De. Ez is elég gyorsan hal. Jó, ez a kard, ez kellett. Ó, kaptunk HP-t. Ez is gyorsan hal. Kapják! Meghal mindegyik. Hopp, ugrik. Előttél a fejem felett, haha. Meg kéne találni azt a rejtett zugot. Jó, ez... Erre most már azért könnyű lesz. Majd, hogy Pisti ezt kimondta, rájött, hogy elkiabálta. Jó, 2 ellenfél jött szembe, mind a kettőbe beleugrottam. Valahol itt lesz egyébként a rejtett zug.
itt van. Ó, igen, nagyon jó. Kutya! Farkas, uha. Ebbe megint beleszaladtam elég rendesen. Jó, végeztünk a pályával. Jó. Ó, nagyon jó, teljesítettünk egy questet. Gyere, megnézzük, hogy mi az új, mire kell odafigyelni. Az új quest pedig 20 darab láda. Igen, 20 láda. Abba mágon kettő. Megvan a pálya vége, hurrá. Az ezüst alér kell. Ugrik. Nagyon jó. Ez az. Ugrik, ugrik. Ott lesz egy farki farkas. Gyere. Ehej! Na gyere! Angár! Rip meghalt. Erre felfelé nem tudom, minek lehet elmenni, de oké, fogadjuk el. Na gyere! Ez ilyen egyiptomi, én nem tudom, hogy milyen őr. Oké, felfele semmi. Hello me! Ebben is majdnem jó beleugrottam. Drága dolgok ezek. Megvan a kulcsunk. Anyád, milyen izé volt az? Rush? Takarodj. Eddig nagyon nem is hagytam támadni ezt a picit. Most megmutatta, hogy ő mit tud. A rohadt életbe. Oké. Itt van a Doom mogyó szem. Igen, ott a pálya vége. Ott már voltunk, de kerülünk egyet. Tök vicces, hogy... Jó. Egy megvan a kettőből. Gyere vissza, pénz. Hé, hey, azt is add ide nekem, kösz. Most teszünk egy rohadt nagy kerülőt, mert innen indult a pálya. Oké. Valahol itt van a pálya vége. Kíváncsi vagyok, hogy ezzel a karddal az első boss hogy tudom megölni. Na lassan most már odaérünk. Jó. Megint el tudok menni két felé. Na mi van mi? Anyád! Szégyed már magad összefelé. Megvan a kulcs. 12 HP. Ez nem tudom, hogy hol van, de megkeressük. Oké, kaptunk pénzt. 11 HP. 9. Az ott a pálya eleje, arra nem megyünk el. Hú, abba majdnem beleugrottam. Erre nincs semmi. Lőj egyet, kösz. Jó, persze. Hú, bakker! Az nagyon, de nagyon közel volt. Hú, ez viszont most nagyon jól jött. Na nézzük. 20-as damage-e van a következő kardnak. Vagy rámegyünk az armorra. Na ez van most rajtunk, igen. Megvesszük ezt jobb védelemért. 400 lesz a következő. Yes, yes. 52 most már a HP-nk, srácok. És itt az első boss. Hehehehe. Aha. Jó, easy! Gyere, picit ide elcsaljuk. A
Dark Souls-os évek, meg a rutin. Ó, ezért megyünk rá, Strength-re szintén. Csomó pénz, ez az. Jó, megvan az első boss, srácok. Nya, szóval mennyi volt a következő armor? 400. Meg is vesszük. Azért, na azért most már ez eléggé keményen nézünk ki. Na nézzük meg a következő pályát. Aha, itt már van ilyen hóhér. Hé, arra nem volt szó, hogy a hóhér így forog. Meg ágyú is van, menj már. Van ilyen ágyús. Hogyha én most kilépek a játékból. Level 9-en vagyunk, és itt írja, hogy mikor játszottunk vele utoljára. Aha. Jó. Igen, és hogyha ide beugrunk, szóval így indul majd újra a játék. Itt van az első boss, és a 14. pálya jön. Aha! Jó, Hát lesz benne 5 boss. Meg látjátok, hogy van itt 60... Valahány pálya, 65 pályás, azt hiszem a játék. Jó! Na viszont srácok, én elköszönök tőletek, ez a videó ennyi lett volna, remélem, hogy tetszett nektek. Hát nem, nekem nagyon tetszik egyébként a játék, mert nagyon hangulatos, és van benne némi kis kihívás is. Meg tetszik ez a fejlődésrendszer, hogy ugye fejlődik benne a karakter, viszont az már annyira nem, hogyha szeretnék valami nagyon kemény fegyvert, akkor meg kell vennem a rosszabbakat is ahhoz, hogy feloldjam, mert nem szinthez vannak kötve a tárgyak, amiket meg tudunk venni. Hát ezt nem tudom, miért így oldották meg a fejlesztők, ez nyomja az ő lelküket. De egyébként maga a játék az tényleg nagyon hangulatos, nekem nagyon tetszik, és hogyha tényleg jól értesültem róla, hogy van Androidra második része, remélem, hogy azt is ki fogják adni PC-re valamikor, mert várom, tényleg várom a játékot, megmondom, nekem tetszik, úgyhogy lehet, hogy végig fogom játszani, még a csatornán is, még nem tudom, ez majd attól függ, hogy mennyire tetszik nektek. Viszont és srácok, elköszönök tőletek! Nyomjatok egy lájkot a videóra, hogyha tetszett nektek, iratkozzatok fel a csatornára, nem tettétek volna meg, nyomjatok rá a kis csengőre, értesülni szeretnétek az új feltöltésekről, és a következő videóban találkozunk, addig is sziasztok!